Második fejezet. Hajlék a vadonban. Nem is kellett sokáig várniuk. Másnap reggel Clayton szokásos reggeli előtti sétáját végezte a fedélzeten, amikor hirtelen lövés dörrent. Majd még egy és még egy következett. A látvány, amely a szeme elé tárult, legrosszabb félelmeit igazolta. A tisztek kis csapatával szembe felsorakozott a fuvalda egész szedett-vedett legénysége, élikön fekete Michael-lal. A tisztek első sortüzére az emberek rohanvást vonultak fedezékbe, és biztos helyről az árbócok, a kormányos fülke és a kabin mögül viszonozták a tüzet azokra, akik a gyűlölt felsőbséget képviselték a hajón. Két lázadóval a kapitány revolvere végzett. Ott hevertek, ahol a lövéstől elterültek. Amikor az első tiszt hirtelen arcra bukott, fekete Michael hangos vezényszavára a lázadók rárohantak a maradék négy tisztre. A legénység a mindössze 6 lőfegyver mellett csákjákkal, baltákkal, szekercékkel és vasrudakkal fegyverkezett fel. A kapitán éppen újra töltötte revolverét, amikor a roham megindult, és a másodtiszt puskája is csütörtököt mondott. Már csak két fegyver állt szembe a lázadókkal. Így a tisztek hátrálni kezdtek embereik bőszült rohama elől. A mindkét oldalról hallatszó dühött káromkodástól és szitkozódástól, a lőfegyverek felfelcsapó dörrenésétől, a sebesültek ordításától és hörgésétől a fuvalda fedélzete mindinkább tébolydához vált hasonlatossá. A tisztek 10 lépés sincsen hátráltak, amikor az emberek már is a nyakukon voltak. Egy tagba szakadt néger a homlokától az álláig hasította ketté a kapitány fejét baltájával. A következő pillanatban a többiek is földre rogytak. Holtan vagy tucatnyi ütéstől, golyóütötte sebektől vérezve. Gyors és rettenetes munkát végeztek a fuvalda zendülői. John Clayton pedig mindvégig ott állt a kajüt lejárónál, hanyagul neki támaszkodott a korlátnak, és pipájával a kezébe olyan elmerülten pöféket, mintha csak egy érdektelen kriketmérkőzést nézett volna végig. Amikor az utolsó tiszt is földre rogyott, úgy gondolta, ideje lesz visszatérnie feleségéhez, nehogy a legénység arra kóborló tagjai egyedül találják oda lent. Kifelé higgadtnak és közönösnek látszott, de belül nagyon is aggódott, hogy a feleségének valami bántódása eshet a lázadók részéről, akinek a sors könyörtelen szeszélye folytán a kezükbe kerültek. Amikor megfordult, meglepve látta, hogy a felesége ott áll a lépcsőn, szinte karnyújtásnyira tőle. Mióta vagy itt, Alice? Kezdettől fogva felelt az asszony. Jaj, John, ez rettenetes! Mit remélhetünk ezektől az alakoktól? Remélem reggelit, felelte a férfi bátran mosolyogva, hogy valamennyire eloszlassa felesége félelmeit. Legalábbis, tette hozzá, megyek és megkérem őket. Gyere velem, Alice! Úgy kell fellépnünk, hogy eszükbe se juthasson másként, mint udvariasan viselkedni velünk szemben. Az emberek addigra már a halott és sebesült tisztek köré gyűltek. A részvét vagy együttérzés legcsekélyebb jelenélkül kezdték őket lehaigálni a hajóról a vízbe. Ugyanilyen szívtelenül bántak el halott vagy haldokló társaikkal is. A legénység egyik tagja kisvártatva észrevette a közelgő Clayton házaspárt. Itt van még két hal eledelnek való, kiáltotta, s magasra emelt baltával rohant feléjük. De fekete Michael gyorsabb volt nála. A fickó pár lépés után golyóval a hátába terült el a fedélzeten. Ezután fekete Michael hangos ordítással intette csendre a többieket. Lord és Lady Greystockra mutatva azt kiáltotta. Ezek itt az én barátaim, és hagyjátok őket békén, meg vagyok értve? Mostantól én vagyok a kapitány ezen a hajón, és all lesz, amit mondok, tette hozzá Claytonhoz fordulva. Maradjanak a kabinjukba, és akkor senki se fogja bántani magukat. Azzal fenyegetően nézett végig társaim. A Clayton házaspár olyannyira tartotta magát fekete Michael utasításához, hogy alig-alig találkozott a legénység tagjaival, és mit sem tudott arról, hogy az emberek miféle terveket forgatnak a fejükben. Egyszer-egyszer veszekedés és civakodás távoli zaja hallatszott el hozzájuk a lázadóktól, két alkalommal pedig lőfegyverek ijesztő dörrenése hasított bele a csendbe. De fekete Michael méltó vezére volt a bandának, és ráadásul tudta a módját annak,
hogyan tartsa őket kordában. A hajó tisztjeinek legyilkolását követő 5. napon a figyelő szárazföld feltűnését jelentette. Hogy szigetről vagy kontinens partjáról van-e szó, azt Fekete Michael nem tudta. Közölte viszont Claytonnal, amennyiben a hely közelebbről megvizsgálva lakhatónak bizonyul, őt és a Lady-t podgyászukkal együtt partra teszik. Jól lesznek maguk ott egy pár hónapig, magyarázta, és addigra mi is a szerét ejtjük annak, hogy kikössünk valami lakott helyen és kissé szétszórodjunk. Aztán majd gondom lesz rá, hogy a maga kormánya megtudja, hum vannak, és majd hamarost magukért küldenek egy hadihajót. Nehéz ügy volna civilizált helyen úgy partra szállítani magukat, hogy ne kezdjenek el mindenféléket kérdezgetni tőlünk. Aztán tudja, meggyőző válaszok dolgába egyikünk se állítem valami jól. Clayton felháborodottan tette szóvá, hogy micsoda antihumánus eljárás ismeretlen helyen partra tenni őket. Olyan helyen, ahol teljesen ki vannak szolgáltatva a vadállatoknak és vademberek kényekedvének. De tiltakozásuknak nem volt semmi foganatja. Csupán azt érte el, hogy kis hián magára haragította Fekete Michaelt. Kénytelen volt tehát visszakozni, és amennyire tőle telt, jó képet vágni a keserves helyzethez. Délután 3 óra tájt egy gyönyörű, erdős partszakasznál egy szárazföldbe benyúló, természetes kikötőnek látszó öböl torkolatával szemben megálltak. Fekete Michael egy kis csónakba embereket küldött előre, hogy mérjék meg a vízmélységet a bejáratnál. Azt akarta megtudni, hogy a fuvalda biztonságosan benavigálható-e a keskeny szoroson. Körülbelül 1 óra múlva visszatértek, és azt jelentették, hogy a víz a szorosban és jó darabig a kisöbölben is elég mély. A 3 árbocos tehát még sötétedés előtt horgonyt vetett. Békésen ringatózott a kikötő csendes tükörsima vízének felszínén. Körös körül a parton gyönyörű buja növényzet zöldelt. Az óceánból távolabb kiemelkedő hegyeket és fensíkokat szinte összefüggő őserdő borította. Nyoma nem látszott annak, hogy a hely lakott lett volna. De hogy a vidék nagyon is képes emberi lények megélhetését biztosítani, azt egyértelművé tette a szemük előtt felfeltűnő rengeteg madár és állat, valamint a csillogó tükrű kis folyócska, amely az öbölbe ömlött és bőségesen szolgált frissívó vízzel. Lassanként sötétség szállt a tájra, de Clayton és Lady Alice még sokáig ott állt a hajó korlátjánál. Csöndesen szemlélték jövendő lakhelyüket. A roppant erdőség sötét mélyéről veszedelmes ragadozók vadordítása hallatszott. Az oroszlán mély bömbölését egyszer-egyszer a párduc átható üvöltése fűszerezte. Az asszony ijedten húzódott közelebb a férjéhez. Mintha megérezte volna, micsoda borzalmak várnak rájuk az elkövetkezendő sötét, rémségekkel teli éjszakák során, amelyeket el kell majd tölteniük a vad és elhagyatott parton. Valamivel később csatlakozott hozzájuk Fekete Michael. Épp csak annyi időre, hogy utasítsa őket, tegyék meg az előkészületeket a másnapi partra szálláshoz. Megpróbálták rávenni, hogy vigye el őket egy kevésbé elhagyatott helyre, amely közelebb esik a civilizált világhoz, s így talán barátságos fogadtatásra találnak. De sem a szép szó, sem a fenyegetés, sem pedig a kilátásba helyezett jutalom nem hatott rá. Én vagyok az egyetlen ezen a hajón, aki nem akarja magukat hóttal látni, pedig tudom, hogy ebb volna a legbiztosabb módja annak, hogy ne hozhassanak bajt a nyakunkra, de Fekete Michael nem az az ember, aki elfelejti, ha vele jót tettek. Maga megmentette az életemet, cserébe én is megkímélem a magukét, de ennél többet nem tehetek. Már nagyon a bögyébe vannak az embereknek, s ha igen hamaros nem tesztük magukat partra, még meg is gondolhatják magukat, hogy minek ez a nagy cécó. Ki fogom rakatni maguknak az összes holmiukat, meg fürdőedényeket, meg egy pár sátornak való öreg vitorlát, meg elég kaját, hogy kitartson, még gyümölcsöt és vathúst szerezzen. Van puskájuk, avval megvédhetik magukat, és így majd csak elboldogulnak, míg segítség nem jön. Ha majd sikerül biztos helyen meghúzni magam, gondolom lesz rá, hogy a brit kormány megtudja, merre felé vannak. Már ha agyonütnek se mondom meg pontosan hol, mert én magam se tudom. De majd biztos meg fogják találni magukat. Miután eltávozott, a házaspár gyászos bal sejtelmektől gyötörve némán lement a fedélzetről. Clayton egy percig sem hitte, hogy Fekete Michaelnek valóban szándékában áll tudatni a brit kormánnyal hollétüket. Abban sem volt egészen biztos, hogy nem forgatnak-e valami gazságot a fejükbe, amikor majd a podgyászukat szállító matrózokkal együtt kimentek a partra.
Ha egyszer eltűnnek Fekete Michael szem elől, bárki végezhet velük. Fekete Michael lelkiismerete pedig továbbra is tiszta marad. De ha ilyen módon nem is éri úton őket a végzet, nem azt jelenti-e ez, hogy csak még nagyobb veszedelemnek néznek elébe? Ha egyedül volna, meg volna a reménye, hogy erős, hisportolt férfi lévén akár évekig életbe maradhat. De mi lesz Alice-szel? És azzal a kis teremtéssel, aki a kemény megpróbáltatásokat és súlyos veszedelmet ígérő barbárvidéken jön hamarosan a világra. A férfi beleborzongott a gondolatba, hogy milyen iszonyúan súlyos, rettenetesen kilátástalan helyzetbe kerültek. Ám úgy látszik a gondviselés megóvta őt attól, hogy a teljes valóságában előrelássa a borzalmas és kegyetlen jövőt, amely a kísérteties őserdő mélyén várt rájuk. Másnap kora reggel ládáikat és dobozaikat kiemelték a hajófenékből, és a partra szállításhoz vízre bocsátott, készenlétbe várakozó csónakba engedték őt. Tetemes mennyiségű, különféle fajta podgyászuk volt. Claytonék elinduláskor úgy számoltak, hogy esetleg 5-10 évet is eltöltenek majd új otthonukba. Így aztán a sok-sok szükséges holmi mellett jó néhány luxustárgyat is magukkal hoztak. Fekete Michael ragaszkodott ahhoz, hogy semmi sem maradjon a hajón abból, ami a Clayton házas páré. Hogy az irántuk való könyörület vezette, vagy saját jól felfogott érdekében cselekedett így, nehéz lenne megmondani. Alig ha volt kétséges, hogy a világ bármely civilizált kikötőjében igen nehéz lett volna megmagyarázni, mit keres ezen a gyanús hajón egy eltűnt hivatalos brit személy néhány holmia. Szándékának buzgó véghez vitelében még ahhoz is ragaszkodott, hogy Clayton visszakapja revolvereit. Sózott húst és készfelsültet, kisebb tétel burgonyát és babot is rakottak ki a csónakba. Úgy szintén gyufát, főzőfelszerelést, egy szerszámos ládát, meg az ígért öreg vitorlát. Mintha maga is attól tartott volna, hogy Clayton gyanúja beigazolódik. Fekete Michael velük ment a partra. Utolsóként hagyta őket magukra, amikor a házaspárt partra szállító kis csónakokat, a bennük lévő hordókat teletöltve friss vízzel, újra vízre tolták. Clayton és felesége némán állt a parton, és az öböl sima vízén lassan távolodó csónakokat figyelte. Mindkettőjük szívét a közelgő katasztrófa előérzete és a végső csüggedés töltötte el. Mintha érezték volna, hogy mögöttük egy alacsony dombvonulat gerince mögül valaki éppen figyeli őket. Egymáshoz közelülő szemei gonoszul villogtak, bozontos szemöldöke alatt. Amikor a fuvalda végighaladt a kikötőbe vezető szűk bejárón, és egy kiugró fok mögül eltűnt a szemük elől, Lady Alice átfogta karjával Clayton nyakát, és görcsös zokogásban tört ki. Bátran viselte a zendülés veszedelmeit. Óriási lelki erővel nézett szembe a rettenetes jövővel. De most, hogy a maga teljes rettenetével szakadt rájuk a magány, idegei felmondták a szolgálatot. Clayton nem próbálta megvigasztalni, jobbnak látta, ha nem avatkozik be a természet rendjébe. Hagyta, hogy a felesége szabad folyást engedjen régóta visszafolytott érzelmeinek. Jó néhány percbe telt, mire az asszonyka újra uralkodni tudott magán. Jaj, John, kiáltott fel végül. De rettenetes, mihez kezdünk most, mihez kezdünk? Egy valamit tehetünk csak, Alice, mondta a férje nyugodt hangon. Azt, hogy dolgozunk. Csak is a munka lehet számunkra a megváltás. Nem szabad hagynunk, hogy túl sok időnk legyen töprengeni, mert előbb-utóbb az őrületbe kergetne minket. Dolgoznunk és várnunk kell. Biztos vagyok benne, hogy a segítségünkre fognak sietni. Nem is kell sokat várni. Mihez kitudódik, hogy a fuvalda eltűnt, keresni fognak bennünket, még akkor is, ha Fekete Michael nem tartja be az adott szavát. Jaj, John, hiszen ha csak rólad és szólam lenne szó, zokogta az asszony. Mi kibírnánk, tudom, de... Igen, drágám, felelte a férj, ezen már én is gondolkoztam. De szembe kell néznünk ezzel is, mint ahogyan szembe kell néznünk mindennel, ami ránk vár. Bátran és rendületlenül bíznunk kell abba, hogy képesek leszünk helytállni minden körülmények között. Bármilyenek is legyenek ezek a körülmények. Több százezer évvel ezelőtt a ködbevesző távoli múltban őseinknek ugyanilyen problémákkal kellett szembenézniük, mint most nekünk. Talán éppen ugyanezekben az őserdőkben. S hogy most mi itt vagyunk, az az ő diadaluk ékes bizonyítéka. Mi ne tudnánk azt, amire ők képesek voltak? Még jobban is, hiszen rendelkezünk a sok-sok generáció alatt felhalmozott magasrendű ismeretekkel.
A tudomány jóvoltában rendelkezünk olyan védekező, oltalmazó és létfenntartási eszközökkel, amelyek számukra tökéletesen ismeretlenek voltak. Amit ők véghez vittek, Alice, a maguk kőből és csontból készült eszközeivel, az biztos, hogy mi is képesek leszünk véghez vinni. Jaj, John, bárcsak férfi volnék, és férfi módra tudnék gondolkodni, de hát én asszony vagyok, aki a szívére hallgat, amit a szívem súg, az pedig olyan képtelen, olyan rettenetes, hogy ki se tudom mondani. Csak remélni tudom, hogy igazad lesz, John. Minden erőmmel azon leszek, hogy bátor, barbár asszony váljék belőlem. Méltó párja az ősembernek. Clayton első gondolata az volt, hogy éjszakára valamiféle hajlékot eszkábáljanak össze. Olyasmit, ami alkalmas arra, hogy megvédje őket a portyázó ragadozóktól. Felnyitotta a lőszer tartalmazó ládát, és megtöltötte puskáit, hogy mindkettőjüknél legyen fegyver munka közben. Aztán együtt indultak el kiválasztani azt a helyet, ahol az első éjszakát fogják eltölteni. Úgy 100 jarnyira a parttól sima kis térségre bukkantak, amelyen csak imitamot nőtt néhány fa. Úgy döntöttek, hogy később majd itt építik fel végleges házukat. De ez a jövő volt. Most ideiglenes hajlékról kellett gondoskodniuk, és mindketten úgy gondolták, legjobb lesz, ha fák ágai között alakítanak ki egy teraszfélét, ahol a nagyobb fenevadak nem érhetik el őket. Clayton kiválasztott 4 fát, amelyeknek törzse úgy 8x8 láb nagyságú négyzetet alkotott. Levágott hosszú ágakból, úgy 10 lábnyira a földtől, keretet épített köréjük. Az ágak végeit szorosan a fákhoz kötözte azzal a kötéllel, amellyel Fekete Michael bőségesen ellátta őket a fuvalda rakteréből. Erre azután szorosan egymás mellé kisebb ágakat helyezett. A kis teraszt a körös körül dúsan tenyésző begónia óriási leveleivel borította be, és a levelek tetejére egy többszörösen összehajtogatott nagy vitorlát terített. 7 lábnyira e fölött egy hasonló, de nem ennyire masszív teraszfélét is összetákolt tetőnek, és erre feszítette föl a maradék vitorlavásznat oltalgyanánt. A végeredmény egy egész barátságos kis fészek lett. Ebbe aztán felvitték takarójukat és podgyászuk kisebb darabjait. Késő délutánra járt már az idő. A sötétedésig még hátralévő órákat egy kezdetleges létra elkészítésének szentelte. Ennek segítségével már Lady Alice is feljuthatott új otthonába. Körülöttük az erdő mindvégig csak úgy hemzsegett a káprázatos tollú, izgatott madaraktól, és az ugrabugráló makogó kis majmoktól, akik szemmel láthatóan a legnagyobb érdeklődéssel és elragadtatással szemlélték az új jövevényeket és csodálatos fészekrakó műveleteiket. Annak ellenére, hogy mind Clayton, mind felesége éberen figyelt, nyomát sem látták nagyobb állatoknak. Igaz, 2 alkalommal is észrevették, hogy a környéken tanyázó kis majmok hangos visongatás és izgatott makogás közepette rohannak feléjük a közeli dombhát irányából, és rémülten pislognak hátra. Minden szónál egyértelműbben közölték, hogy valami ijesztő lény elől menekülnek, amely arra felé lapul. Clayton sötétedésre elkészült a létrával. Miután egy nagyobb edényt megtöltöttek a közeli patak vizével, mindketten felkapaszkodtak viszonylagos biztonságot nyújtó emeleti hálószobájukba. Elég meleg volt, ezért aztán Clayton az oldalfüggönyök visszacsapott alját nem húzta le a tetőről. Amint így törökülésbe üldögéltek a takaróikon, Lady Alice, aki az erdő egyre sötétedő árnyait fürtkészte szemével, hirtelen megragadta Clayton karját. John, suttogta. Nézd, mi az ott? Ember? Clayton a mutatott irányba fordította a fejét, és egy nagy, 2 lábon álló alak kirajzolódó körvonalait pillantotta meg a dombháton. Egy pillanatig mozdulatlanul állt a helyén, mint a hallgatózna, majd lassan megfordult, és eltűnt a dzsungel árnyai között. Mi volt az, John? Nem tudom, Alice, felelte a férfi higgadtan. Ebben a sötétben nehéz ellátni olyan messzire. Az is lehet, hogy nem volt más, mint a felkelő holdfényének csalóka árnyéka. Nem, John, ha nem ember volt, akkor csak is valami hatalmas, torz, emberi formát öltő szörnyeteg lehetett. Jaj, nagyon félek! Férje karjaiba zárta az asszonyt, és bátorító, kedves szavakat súgott a fülébe. Nem sokára leengedte a vitorlavásznat, feszesen kikötötte sarkaikat a fához, így egy kis nyílástól eltekintve, amelyet a tengerpart felé szabadon hagyott, most már mindenfelől védve voltak.
mint hogy ezzel végképp szurok sötét lett a kis fészek belsejében, lefeküdtek pokrócaikra, hogy álomba merülve próbáljanak kis időre megfeledkezni mindenről. Clayton arccal a nyílás felé feküdt. Az egyik puskát és két revolverét keze ügyében tartotta. Épp hogy lehunyták a szemüket, amikor egy pár duc hátborzongató üvöltése hangzott fel a dzsungelből. A hatalmas fenevad egyre közelebb és közelebb jött. Végül tisztán hallották, hogy közvetlenül alattuk van. Jó órán keresztül szaglászott és a karmait fent a kis kuckót tartó fák törzsén. Aztán végül tovább ment a tengerpartra, ahol Clayton a ragyogó holdfényben pontosan megfigyelhette. Hatalmas, gyönyörű bestia volt, a legnagyobb, amelyet valaha is alkalma volt látni. Az éjszaka hosszú-hosszú órái alatt mindvégig csak rendszertelen, apró részletekbe voltak képesek aludni. A roppant dzsungel sok millió állatának zajától zaklatott idegeik már-már pattanásig feszültek. Százszor is felriadtak álmukból egy-egy átsuhanó üvöltésre, vagy az alattuk lopakodó hatalmas testek neszére.